Különböző színű rózsák, díszes dobozok, ajándéktárgyak. Ennél a pécsi virágüzletnél minden a Valentin napról szólt. Február 14-én a szerelmeseket ünneplik világszerte. A párok ilyenkor apró meglepetéssel kedveskednek egymásnak. Ez az úriember például a virágok között válogat. Azt mondja, határozott céllal érkezett. Vörös rózsát szeretnék neki, ez a szerelem jelképe, én szerintem. Úgyhogy ennyi csak. Mi már 30 éve együtt vagyunk, úgyhogy ezért jöttem ide. Az üzlet tulajdonosa szerint a legtöbben szintén a vörös rózsát választják szerelmük, szeretetük kifejezéséül. A Valentin napra szánt virág ajándékozása egyébként egy angol száz szokás, amit az 1600-as évek óta tartanak. De emellett egyre többen keresik a díszdobozos, szálas és cserepes virágokat, illetve az apró ajándéktárgyakat. Ugyanúgy keresik a vágott virágot is, mint az ajándéktárgyakat is. Most már a csokrok, illetve a vágott virág mellé nagyon sok kis kedves cuki ajándékot is választanak a vásárlók. A koronavírus miatti intézkedések korábban többször is nehézséget okoztak a virágárusoknak. Henriette azonban felkészült az esetleges Covid okozta nehézségekre is a házhoz szállítás lehetőségével. Nagyon sok megrendelés érkezik úgy, hogy telefonon, illetve a Facebookos elérhetőségünkön megrendelik a csokrot, és természetesen mi házhoz szállítjuk. Ezzel is tudjuk segíteni azt, akik esetleg külföldön élnek, és nem tudnak itthon lenni, amikor alkalom van, illetve ha betegség van, akkor is ezt érintkezésmentesen meg tudjuk már oldani. A Valentin naphoz vagy Bálint naphoz egyébként több népszokás is köthető, ami Magyarországra jellemző. A hagyomány szerint például úgy tartják, hogy ha ezen a napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés, de azt is tartották, hogy Bálint napján választanak párt a verebek.